Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtöltek és imádkoztak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiéd azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik, csak nem foghatjátok böjtre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik, senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlő is tönkre megy. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai kis rövid szentírási részben, vagy az első szentírási részben, a Szenteszkében Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből hallottunk néhány mondatot, néhány verset, amelyben egy nagyon-nagyon fontos dologról szól az apostol. Azért mondom fontosnak, mert ezt a dolgot az Úr Jézus is említi az ő tanításában, az evangéliumban. Más helyen is olvashatunk erről az Új Szövetségben, sőt, már az Ószövetségben is előkerül. És ez nem más, mint az ítélkezés. Az apostol azt mondja a mai szentleckében, így fő mondatként, hogy az ítélkezés az Istené, az Istennek az ügye, és nem az emberi. Sajnos emberi természetünkhöz hozzátartozik, és ezt tudjuk a mindennapokban önmagunkról is, hiszen minden egyes ige szakasznak a felolvasása az elsősorban arra alkalom, hogy önmagunkat vizsgáljuk meg Isten szavának a tükrében, önmagunkat szemléljük is, és elsősorban önmagunk számára vonjuk le a konzekvenciákat abból, amit az Isten igéje tanít. Így az ítélkezéssel kapcsolatban tudjuk a mindennapjainkban azt, hogy milyen hamar tudjuk elítélni a másikat. Még ha nem is mondjuk ki, de gondolatban, aztán naponta, talán többször is. És elegendő csak annyi, hogy ránézzünk, vagy valamit látunk, és már is megfogalmazódik bennünk az ítélet. És az ige kimondja azt nem egy alkalommal, hogy az ítélkezés egyedül az Istenre tartozik. Miért? Erre is válaszol a mai szentleckében az apostol. Azért, mert egyedül ő az, aki ismeri az ember szívének a legrejtettebb szándékait is, és gondolatait. Tehát amikor az Isten ítéletet alkot, már pedig tudjuk azt, hogy egyedül ő az, aki nem ítélkezik fölöttünk, aztán majd jön az utolsó ítélet, amikor majd mindenkit odaállítanak, és amikor majd elhangzik az igazságos ítélet. De addig nem ítélkezik fölöttünk, pedig ő megtehetné. Hiszen egyedül Isten az, aki a szándékokat, a gondolatokat ismeri, mi a külső alapján tudunk ítéletet alkotni, és azt is bevallhatjuk, hogy sokszor bizony megéltük és megtapasztaltuk azt, hogy amikor első látásra ítélkeztünk, aztán rá kellett jönnünk, hogy téves volt az ítéletünk, helytelen volt az ítéletünk, félreismertük a szituációt, a helyzetet, a szemét, amivel a kapcsolatban, vagy akivel a kapcsolatban ítéletet alkottunk. Hát ezzel találkozunk az evangéliumban is nem egyszer. Ott vannak ugye a farizeusok, akik a mai evangéliumban is oda mennek az Úr Jézushoz, és igazából, amikor megfogalmazzák a mondandójukat, már egy ítéletet mondanak ki. Hiszen hogyan hangzik ez? Hogy hogyan, vagy miért van az, hogy a farizeusok tanítványai és keresztelő János tanítványai, azok sokszor, gyakran böjtölnek, a te tanítványod meg csak esznek, isznak. Vagyis a te tanítványod meg csak mulatosznak, isznak. Miért van ez? Tehát ezzel már egy ítéletet mondtak ki, hogy a te tanítványaid olyan iszákos, részeges emberek, akiknek az egész életük csak ennyi. De hát az Úr Jézus is beszél erről az evangéliumban, hogy előtt keresztelő Szent János, őt láttátok, azt mondjátok, hogy ördöge van.
Előtt az emberfia, azt mondjátok, eszik, iszik, láma, falánk is, borissza ember. Nem a külső alapján ítélkeznek? Vagy a farizeusokkal kapcsolatban, tudjuk azt az evangéliumban, hogy a farizeusokat, az írásolókat, de inkább ezeket a farizeusokat, az akkori nép, a zsidók, hát szent embereknek tartották. Mert a külső alapján ítélkeztek. Azt látták, hogy milyen szépen hordják a ruháikat, meg a nagy bojtokat, meg imádkoznak az utcasarkon. Fú, hát ezek aztán igazán szent emberek. De az Úr Jézus rámutat a látszólagos szentség mögötti igazi tartalomra, amikor azt mondja, hogy szentek, képmutatók. Nagyon szép arcot tudnak mutatni, az életük pedig egészen mást tükrözi, és egészen más volt ez tanúságot. Egy másik ember pedig azt mondja az apostol, hogy amikor ítélkezel, akkor a törvény fölött ítélkezel. És akkor ahelyett, hogy megtartanád a törvényt, bírálja vagy a törvénynek. Ki tett téged, azt mondja, bíróvá, vagy ki hatalmazott téged fel arra, hogy ítéletet mondj embertársad fölött. És ezt a gondolatot, vagy ezt a kérdést, testvéreim, nagyon jól véssük a szívünkbe, az eszünkbe, és jusson eszünkbe mindig. Amikor valaki fölött ítéletet mondunk, vagy gondolunk, vagy alkotunk, már is kérdezzük meg önmagunktól, ember, engem ki hatalmazott fel arra, hogy én ítéletet mondjak bárki fölött? Ki hatalmazott fel? Van valakinek erre itt most válasza? Ki hatalmazott fel bennünket arra, hogy ítélkezzünk embertársaink fölött? Az Úristen? Megmondta nekünk, hogy nyugodtan ítélkezzél? Ha nem, akkor ahelyett, hogy megtartanád a törvényt, azt mondja az apostol, a törvénynek vagy a bírája. Első pénteken, testvéreim, az Úr Jézus szentséges szívére tekintünk. Szent szívének kegyelmért adunk hálát, és amikor az ő szent szívét szemléljük, akkor jut eszünkbe, és akkor válik nyilvánvalóvá számunkra az ő irgalmassága. És amikor szent szívét tekintjük, akkor látjuk azt, hogy az Úr Jézus nem elítélni jött bennünket, hanem megmenteni. Elítélhetne, mert egyedül ő a szent, és ő a tökéletes. És ahogyan az evangéliumban annak a bűnös asszonynak mondta, hogy én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Ő elítélhetne, de nem ítél el bennünket, hanem eltölt bennünket az ő szent szívének szeretetével, az ő szent szívének áldásával. És azt mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Jézus szentséges szíve és az ő kegyelmei mindig emlékeztessenek bennünket arra, hogy cselekedeteink miatt, életvitelünk miatt megérdemelnénk az Isten ítéletét, de az ő irgalmasságában részesedünk, az ő szent szívének áldásában, mert szent szíve szeret bennünket, mert az ő szívét átdöfte a katonának a láncsája, hogy onnan fakadjon minden kegyelemnek a forrása. Adja az Úr, hogy az ítélkezés helyett a saját életünknek a tökéletesítésére fektessük a hangsúlyt, fektessük energiáinkat, és akkor majd számíthatunk arra, hogy Isten elé állva nem az ítélet, hanem az örök üdvösség lesz a részünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.